Olé, csácsú, mit sört ezt a csokoládé, szavatok gyerekek, üdv a csatornán, képerkedik a 100. 1 milliárd euró kihívásos videós sorozat következő csodálatos részeivel, amiben egy kicsit itt agyusztaltam ezt a gépet, valamire kíváncsi voltam, mert írta valaki, hogy csináljam azt, hogy nyomjuk egy R-et, meg nyomjuk egy I-t, tehát tudom egyszerre be meg kitölteni a videót, de nem tudom, mert hogyha nyomok egy kiürítést, akkor abban marad a betöltés, szóval igazából ez így nem működik. Nem tökéletes a dolog. Egyébként erre én is gondoltam, jó lett volna a rendszer. Na, úristen, mit csinálok egyáltalán? Még mit kellene csinálni? Arról kellene beszélni, mert van ám egy csomó minden, amit kellene csinálni a képernek. Például én arra gondoltam, hogy ugye itt a... ez egyébként, mivel 100. rész, arra gondoltam, hogy legyen egy kicsit hosszabb, meg legyen egy kicsit sokrétű, tehát egy csomó mindent kellene csinálni. Igen, először is be kellene pargetni az időben, hogy legalább tudjunk permethezni. Figyeljetek, az a szituáció, hogy itt nem egyszerű dolgok lesznek. Ugrás erre a helyre, aztán tölvenni valamit, hogy már megint kell venni valamit. Igen, kell venni valamit sajnos, mert kell. Kell venni egy növényvédelem dolgot. Egyébként gondolkoztam azon, hogy repülőgépet veszek. Csak egy a baj ezzel a repülőgéppel, hogy 18 mm szór le, és nekem kell vele dolgoznom, meg minden, aztán a keepernek büdösen munka, tudjátok. Hát igazából ez, ami nagyon hasznos lenne, meg kell venni. És még már tényleg úgy tartunk a végén, hogy az összes pénzemet beleverem ebbe, és még mindig nem vagyunk sehol. De egyébként a búrószert azt valószínűleg el fogjuk adni akkor, amikor ugye... megcsináljuk a dolgokat, a bulldozer eladásával 1 millióval följebb ugrik kapásba a költségvetésünk. Na, de nem is húzom az időt, menjünk a szöcskével, közben meg pörgetünk egy időt, jó gyerekek? Hogy haladjunk. Nem is tudom, mit akartam még mondani, egy csomó mindent kéne csinálni egyébként. Várjatok egy pillanat, lekapcsolom a fűtést, mert olyan meleget csinálta, megbödülök. Jaj, gyerekek! Hey, a Sanyi az nagyon bírja. A Sanyi az nagyon bírja. Na, hol vagyok? Fejhallgatót fölvenni, mindig összekeverem, hogy kell felvenem ezt a fejhallgatót. Na, veressük neki, mint a veresegyházi gyerekek. Ja, lekapcsoltam a fűtést, olyan már izéim van. Már folyt mindenhol a víz, ahol nem kéne. Egyébként valaki javasolta, meg hát jó párra javasoltátok, Ferikével egyetem be, hogy ezt a szőlőst, ezt nem tudom itt elszántani, mert igazából ezt már én hozzácsaphatnám ahhoz a földhöz. Úgyhogy érzitek szerintem, hogy a keeper mit akar kihozni ebből az egészből. Hát, ja. Várjátok egy pillanat, kellene csinálni, leraknom ugye izét. Permetezéshez dolgot. Kellene permetezés, meg kellene műtrágyázáshoz is. Ugye arról beszéltünk, hogy maximalizáljuk a termelést, hogy akkor már legyen jó sok pénzünk, valami pénz is jöjjön be. Igazából ugye azért sem jön nagyon be pénzbe, nem pörgetünk időt, hanem folyamatosan csinálunk különböző dolgokat, amik azért nagyon hasznosak, de hogyha nem pörgetem az időt, meg ugye nem pörgetem a lóvét befele, akkor abból nem nagyon lesz pénzünk. Na, gyerekek, akkor annyit kell csinálni, és Szőrt Ferike már annyira érszemet kapott, hogy mondta, hogy ezt a kúriát is így bontsam el. De úgy érzem, hogy akkor lehet, hogy egy kicsit meglincs, lincs hangulat uralkodna el a nézők körébe, és emiatt ez nem merem megcsinálni. Na, igen, bele kellene pörgetni az időbe, de ide meg kellene leraknom nekem olyat, hogy tudjátok, hogy Sanyika, ne állsál az anyád úristen, mert már megőrülök tőled. Humban, ez egyébben van? Ez egyébben lesz, mi gyerekek? Szintank, ezeket mindig összekeverem, bázza, komolyan mondom. Mert valószínűleg ez a valamicsoda, ez meg a másik valamicsoda, jó. Igazából ezt akkor permetezzünk le, jó? Ezt úgy leraktam ide. Hallod, ide neki tudok simulni. Na, nyomírtó, igen. Hát figyeljetek, valószínűleg ide vissza kell jönnünk majd, hogyha esetleg ilyen problémák lesznek. Egy csomó mindent kéne csinálni, ugye be kéne fordulni a gyöppöt. Bunker silóban már most ugye van kaja, amíg ugye nem pörgetünk időt, akkor addig nem is nagyon kell betermelni kaját, mert nagyon nem fogy. Igen, permetezés lesz, belepörgetek az időbe, mint az őrült, hogy egyes növekedés stádiumba belekerüljön mindenki. Szerintem, figyeljetek, meddig kellene pörgetni ezt az időt. Úristen, éjszaka van, várja, egyébként akartam valamit állítani. Mert én ezt itt rüellem, hogy a növényi fejlődés az legyen lassan. Mert nekem ez, nem tudom, olyan megszoktam, hogy ugye egy napig azért pörgetünk, azt ezelőtt is idő volt.
Ma benyűlt, benyűlt, amire a keeper itt dolgát végezte volna. Remélem, hogy most ez jó lesz nekem. Nehogy megnyőlje-e! Reggelig bírjat kifele. Ja, lassúra szoktam már állítani, ezt akkor így nyugod vagyok, mint nyula uramban. Oké, gyerekek, várjál. Várjál. Jó, 10 óráig pörgetünk, szépen tisztuljon ki az idő. Oké, na, és akkor ide egy gyomírtással kezdünk. Hoppá, nem baj, hogy nem számít hányos növekedési stádiumban vagyunk, szóval nyugalom van. Úristen, ilyenkor látszik egyébként mekkora az a föld ott, meg egyébként ki kéne simítani, meg ilyen helyeken, nem? Tudjátok, tereprendezése. Akkor látszik az a föld, hogy mekkora, amikor ilyen vágok át rajta, és akkor így mikor érek a végére? És csak keresztbe megyek rajta, de mikor érek rajta? Mikor érek a végére, érted? De tényleg nem, ilyenkor veszed észre, hoppá, itt meg nem, jó, annyi baj legyen egyébként ilyeneket, hogyha nem vet el, akkor nincsen olyan nagy probléma, azért a keeper nem is nagyon aggódott miatta, itt egyébként lehet, hogy le fogok szegni a széléből, az micsoda, hogy gyerekek, mert ezt megveszem mindenképpen, aztán akkor tudnék vele izére gazdjálkodni, várjál, ami kinyitja itt a izét, kiólálkodja magát, addig megnézem, mi van ott a fönn, a narancssárga. Mi a szar az a zöld, gyerekek? Repce van, nem mondod, hogy repce van, hát te már veszi is meg a képer. De akkor ne se kell aratni, hanem akkor majd ezzel együtt. Apám, hallod? Mekkora bizniszmenek vagyunk már, a repce ott van. Na, ez meg elég gyorsan szerintem végezni fog, addig meg tudunk egy csomó mindent csinálni, úgy gondolta a képer. Megcsinálja a permetezést. Na gyerekek, akkor figyeljetek, földvásárlás projekt beindul. Vásárlás. Nem is nézem az árakat, gyerekek, multimilliómosok vagyunk. Jó, oké, minden is a miénk, ugye? Arra gondoltam, hogy mindent utána kötünk bazzá izének. A gépnek. Nem gép, hanem bírja. Szóval haverom szokta mondani. Hát én így gondolkodok most, ebbe gondolkodunk, hogy nem gép, hanem bírja. Emegyünk a túfelőre, aztán mindent utána kötünk ennek a csodának. Hallod? Tépi majd az istrángot, mint az állat, de nem baj. Na, mondjuk amire átérünk a végére, a túlfelé, addig izé lesz, lemegy a nap. Akkor már csapjuk le a tolólapot, hogy valami útvonalat izélünk, vágunk magunknak, ahol el tudjuk majd húzni, jó? Figyeljetek, tényleg az lesz. Ezt kettőbe le akarom húzni. Vagy nem tudom, max. Háromba. De most ne, miért nem? Miért nem? Ja, mert területek létrehozását engedélyezni kell, és akkor... Hoppa! Hoppa! Hoppá, gyerekek, itt van egy tuskó. Na, erről beszélt a keeper, ugye? Egyébként a puci pityerész említette vala, hogy csinálhatnám azt, hogy színezzem át a földet, és akkor jobban látom, hogy vannak a tuskók, meg ilyenek. Na, nem baj, gyerekek! Szenvedjen a keeper, ha már egyszer kitalál. Oda nézzetek, itt megy a izé már. Pérmérhező verda. Az valószínű, hogy megkötődteni majd. A gyerekek, amire átérünk a túloldalra, tényleg lemegy a nap. De az a lényeg, hogy onnan az túlfelül elkezdjük húzni, azt mindent rá akasztunk. Hát tényleg nem gép, hanem bírja. Kár, hogy itt nem lehet, mint a Spin Tires-ben, meg a Madronerben összekötni kettő gépet. Kettő ilyen, mert érted, húznánk a rönköket, mint az őrültek. Na, okosba. Bemegyünk. Az erdőbe, gyerekek, kicsit ilyen kis vakondot vágjátok. Volt egy ilyen mese. A fiatalabb generációknak. Mondom, a boomerek azok vágják. Abba volt ilyen, amikor el akarták pusztítani az erdőt. Jött a bulldozere. Meg egyszer mindig ki akartam próbálni valamit. Volt egy olyan, hogy a kisvakon megelégelte, hogy város épült a mellé, vagy nem tudom, az erdejébe. És akkor ilyen rúd szalámit, vagy ilyen kolbászokat dugdosott bele az autóknak a kipufogójába, és az összes autó elromlott. Az összes autó elromlott. Ezt mindig így ki akartam próbálni, hogy dugdosok ilyen parkolóban, ilyen autók kipufogójába ilyen főzőkolbászokat, aztán nézem a végeredményt. Azért lehet, hogy a V8-hoz kilőni, nem? Hoppá, mi volt itt, gyerekek? Vannak itt ilyen fönforgások. Egyébként ez kár, hogy nem hiteles, hogy... Na mi van már, More? A pálmafa van a föld alatt, ez a baj. Azért itt azért vannak bajok. Ugye? Oda volt a pont. Csávó lerakta föld alá, ott megy a izé, volt komp, figyelj! Te.
Ez meg alapjáraton annyira üzemanyagot ehet. Ugye ne téveszem meg benneteket, hogyha valamiből lassan fogy az üzemanyag. Nem tudjuk mekkora tankja van, lehet, hogy érted, van izé. Egyébként úgy kéne, venni kéne egy gépet, aminek jó nagy tankja van, leszívni az üzemanyagot. Na figyeljé! Ide megindulunk, azt utána kötünk mindent is, jó? Közben permetezés megvan, utána lebűtrágyázó, tiszta jó lesz minden. Na. Gyerekek, szerintem azért innen már megindulhatok, nem? Ezzel a három darab pálmával megindítja a Keeper izét. Az erdei túrát. Hát minden tehet nem kell utána kötni azért. Itt millió fa van, gyerekek. Rengeteg. Na, ide be csettintem magam. Az a lényeg, jó sokat, jó? Na várjál, be kell kapcsolni ám időt. Ezt a vonópadot azt hiszem B-vel kellett belökni, aztán már jók is vagyunk. Na, figyelj, már önt a Keeper, mint az őrült. Jó, hallu. Úgy. Ó, már meg is történt az esemény. Oké. Okay. Egy már utánunk van. Figyeljetek, az a lényeg, hogy ami így útbe esik, az visszük, jó? És az a lényeg, hogy a Joker az úgy kapcsolódik, ugye, hogy ilyen komoly részt szétosztik, tehát arra figyeljünk. Nos, látszok. Hát igen, az erdő írtás megkezdődött. Már. Oké, okay, kettő. És akkor ugye az első fa ezettől a pirostól fog szétcsatlakozni. Szóval ez így működik. Szóval ne várjuk azt, hogy minden egy joke külön lesz. Ez is be van körülve. Mehetünk tovább. Három nagy pálma rajtunk. Meg a világ szeme. Jöhet a negyedik. De jó lett volna, hogy úgy döntöm, hogy nem a gépre, mert ezt akartam mondani, hogy hülye volt a Keeper egy kicsit. Na, figyeljetek, ott van az a juharfa, az ismert a levesbe, a méne. A pici fákat meg kéne hagyni, ha úgy nagyon lesznek. És azokat szerintem azba gondolkodik a Keeper, hogy azokat meg elmarózzuk. Aztán akkor mégse kell azokat fölkötözgetni egyesével. Na azért alakul a molekula, mi? Erre gondolt a Keeper, hogy így a fél erdőt így elmonszoljuk azért magunkkal. Egyébként miért külső életben játszom? Nem tudom. Ez is mehetett rá. Figyeljetek, ez a gép, ez már bizonyított, úgyhogy ezzel tudjuk, hogy azért lehet haladósan dolgozni. Át kéne menni a másik oldalra, mert ott is volt valahol, valami csoda, de hol? Mit néztem én magamnak? Azt a távoli fát? Hát jó van. Kezd már ilyen pókhálós lenni egy kicsit a dolog. Azzal, hallod, ettől az aljnövényzettől fú, nem lát semmit. Kicsit odébb lögdösöm, hogyha nem akar elérni addig, jó? Az nem gond, ugye talán. Jó, alakulunk. Menjünk itt a szélébe. Nem is nézek ám semmit, mit húzok. Nem szórakozom. Mindent is. Ami útbe esik, azt mindent fölkötünk. Hát, figyeljetek, eddig jól szerepelt ez a gép, szerintem ezután is nem lesz ezzel gond érzel. Egy 100 darab fát fölkötünk utána, ezt megnézzük, hogy mit ajánlanak érte a fűrésztelepen. Még láttam fákat, de viccelj. Én mondjuk a kicsiket is föl lehetne, inkább odébb cüllöm őket, érted? Aztán akkor fölkötöm, azt jó világ. Ah, ne. Ha valami pénz csak ér.
Ez komolyan tényleg ilyen braziliai őserdőben, amikor írtják az erdőt, körülbelül olyan feelingen van. Ez most fa vagy, ezt már húzom? Jézus, mi van itt? Ha, nem nagyon tudom, nem vagyok képbe egyébként, hogy mit húzok, hogyan, meg mi van ma. Azért itt durva dolgok vannak. Itt a szélén végig köd a gyalázni gyerekek. Azt ami jön, az jön. Még nagyon hosszúan. Az a baj. Cseszik legugolni a izé miatt. Nem, próbáljuk meg úgy dönteni, hogy nem mindig a gépre buruljon, érted? Te kíváncsi vagyok, hogy mennyi fát tudunk elvonszolni. Gondolom ti is azért valamennyire. Az is mehet rá. Itt is láttam még egy fát. Kisebb pálmát. Az ilyen nagyon piciket azokat, meg hogyha véletlen elhagyom, akkor azt meg jövünk darálóval, aztán bedaráljuk. Na, ezt hol dobtam be? Ez volt ez. Úristen, gyerekek. Nem biztos, hogy ez jó ötlet. Ferikének mondtam, hogy meglásd, azt fogjuk elérni, hogy kifogyasztjuk a játékot. Hogy az engine olyan szinten bele fog ebbe őrülni, hogy én ezt csinálom, hogy nem fogja bírni. Hát nehogy már ilyen 100 fát értet húzzunk. Meddig bírja? Egyébként szerintem nincs olyan gép, amelyik bírná. Szerintem a Big Bad se bírná. Na várjátok, rá kéne nézni a izére. Kollégára. Pillanat, ránézek. Ha itt ez pont meg fog állni. Nem fog meg... Nem fog megállni. De ott az oszlop az lehet, hogy nem tesz jót neki. Várja, barátom, mert látom, hogy bele vagy keveredve. Ennek Keeper Papa odébb tesz, jó? Egyébként elég jó halad. Ezt kell, hogy mondjam. Megfordítom azt, akkor ma be tudja fejezni, tudod. Úgy né. Oké, gyerekek. Csak ilyenkor attól félek, de nem látom, hogy nehogy a jokerek lekapcsoljanak. De úgy látom, hogy nem. Na, induljunk meg. Oké, ezt így rádöntöm az egészre. Ezt a nagy dögöt. Ebbe burítjuk. Igen, a googolást az ugye elfelejti. Sajnos. Na mi van? Nem is látom, hol van. Ez az. Egy ilyen fél erdőt viszünk magunkkal, és nem nagyon látom át, hogy most akkor mi történik, meg hol van a vége már. Nem látom a gépet. Ott a gép, jó. Hány darab idő van? Oda nézzetek. Nem is drótkötér, hanem lánc. Ez kemény. Na. Mehetünk. Ott van még egy. Gyerekek, nem tudsz annyit fölkötni szerintem erre, hogy ne húzz el. Maximum ugye akkor, amikor megakad. Tud olyan lenni. Jó, ez végre jól vágtam. Csak egy kicsit így próbáljuk meg elhúzni a tövét. Nagyon tökéletes. Na, no, de jó vagyunk, gyerekek. Miért ez a kettő? De mi? Ez a hülye googolást mindig ez a külső élet elcseszi. És akkor ugye nem tudod dönteni a fát, hanem ilyen random irányba megdől az. Az az idegesítő. Jó, az is megvan. Ha nem fog kifogyni az engine, akkor soha a gyerekek, hogyha én ezt tényleg ezt így fogom folytatni. Ugye hallod, nem is látom megint, hogy hol van. Talán ez volt az?
Hát rá kapcsolt. Ezenben nem vagyok benne biztos, hogy ez rá van. Rá van, ja. Csak már gyűri egymást. Már nem is kell, hogy összekapcsolódjanak, hanem rádobna, elédobnád, azt akkor vidné, tudod. És megint nem google le. A külső nézet, ez így belegabajodik tőle. Nem fogom tudni átlátni egy idő után. Jó van az úgy! Keresztbe, hosszába, ahogy éppen van. Ez mennyi fánál vagyunk szerintem, egy 20-nál minimum, nem? Egy 20-nál minimum. Lehet, hogy keveset mondtam. Ó, azért már izé. Azért, amikor el kell indulni, akkor figyelj, már emeli az elejét a verda. Majd maximum annyit csinálunk, hogy lerakjuk a vonópadot a földig. Nem tudom, az mennyit segítene rajt, vagy mennyit rontana, de kipróbáljuk. Lehet, hogy stabilabb lenne, nem nagyon emelné a elejét. Öcsém, na ilyen így állva vágna a valóságba a fa. Mint hogy nem tennéd zsebre, nem? Úgy gyerekek, ez a nagy fa. Ezt nem nagyon akar ja, még ide is bírni. Lumberjack mode se. Oké, ez is megvan, jó van. Ne szórakozzá. Várjátok, mi végzett a izé? Hol a szarban van? Ugye gyerekek. Itt. Mi a szar? Why? Mondtam neki, hogy ha! Menjél ma! Ez nem is indult-e jót, ez pedig nyomtam neki, hogy ha esküszöm, vagy nem tudom, nem nyomtam neki. Oda nézzetek, még ennyi van? Körülbelül felét jöttük ki, Jézus Isten. Mert ezt mondtam, hogy ezt lehet, hogy le kell engedni, csak most nem akarok átváltani róla. Akkor félő, hogy történik vele valami. Új, már így görgetik ezeket a fákat. Jó, itt tesó. Itt volt oldalt egy, aha. Jó lenne, legugolna a karakter. Rádöntöm a kupacra. Ugye amikor nagyon messze van ez a... amit rá akarok kötni, akkor nem nagyon akarja, azért huzingálom egy kicsit meg őket. Na itt egy böszme nagy pálma. Ó, nincs itt probléma. Maximum, hogyha nem akarok többet földzsókerezni, majd akkor megcsinálom azt, amit... Mert... Hát jó van, még bírja ez. Ó, ott maradt egy fa. Jó, van, elmenjek érte? Vagy majd a következő húzásra? Ott maradt bazza, azt nem lett földcsatlakoztatva. Hogy jöttem végig? Jöttem végig, az fák meg tűnnek, elhúzzuk, jó? Hallod, nem látni át, ezen itt van a kupac. Mi szar. Se tudod, mi van. Most hol van, melyik volt az bazze? Ez volt? Már nem tudom, várja. Valamit nyomtam. Nem, basszus. Csomó fa, mi van, el vannak hagyva? De miért vannak elhagyva? Itt van egy, ez szerintem ez volt az. Ó, te fiú, nem tudom, nem jövök rá, mi van ma.
Engedd már, vagy mi van? Jó. Oké. Okay. Hoppá, nekimentünk egy falnak. Figyeljetek, lehet, hogy egy kicsit besokallok. Kezd egy kicsit durci lenne a helyzet. Tuskóját meg kivágom ám. Kezd egy kicsit bedurvulni a helyzet, lehet, nem fogok tudni átmenni majd a vasúton. Szerintem esély van rá. Vissza kell tolatnom. Itt is van mellettünk egy fa. Jó van, szerintem ezt lehet meghúzom, bazd, mert meg már nem látom át. Itt 30 fa egymásomban. Ezt a nagyot még oda csapjuk. Tuskót kicsapom. Ne akadjunk meg benn. Ezt hátra vonszoljuk. Ó, hát ez megfordítva, persze. Megfordult ez a szar. Gyerekek, itt baj lesz. Na, most látom. Ki fogunk fagyni, vagy valami lesz ebből még. És ezt hogy kössem meg? Azt sem tudom, hol vagyunk. Jó, megkötöttem valahol, érted? Az a baj. Valahol. Meg még ez. Jó, van, keresztben jó lesz, az ide megkötöm. Ez az. Mehetünk. De baj, tényleg keresztbe vagyunk. Gyerekek. 12 a végsebesség. Végsebessége húzzuk ezt a fa mennyiséget. Az a baj, keresztben hosszában is van. Nem tudom, hogy fogom tudni behúzni oda, de valami majd lesz. Hát jó van, taroltunk. De az a baj, még ennek legalább az ötszöröse van itt. Úgyhogy rengeteg. Ez mérdlen sok. Lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy kivagdosom őket. Sorba rakom, és ahogy elmegyünk mellettük, úgy minden együtt fölkötni. Jaj! Jó! Bazza. Gyerekek, most van baj. Megakadtunk valamibe. Mi a szarba? Ott van egy ilyen kicsi fa. Nem beszerintem. Jó, hát akkor ezt még hozzácsapjuk. Egy mindjárt jobb. Egyébként végsebességet tudja húzni még ezt a nagy depót is. Szerintem igazából síkterepen nincs olyan mennyiség, amit nem tudna elhúzni. Meg azt akartam mondani, hogy ezzel a géppel azért lehetne úgy dolgozni, hogy így összekötni egy csomó vetőgépet, és így csinálnád azt, hogy egy húzással az egész földet, így végigmenni, tudod, van ez az elosztó. Csak vuk, egy húzással végigmenni, egész földet van vetve. Vuk, egy húzással végigmenni, egész föld föl van tárcsázva, vagy ilyeneket tudná ezzel csinálni. Mert szerintem ez bármit elhúzni ez az 1500 lóerővel, meg ezzel a lánctalpa. Egy olyanra azért kíváncsi lennek, értitek, hogy mire gondolok, ugye? Hogy összefűzni egy csomó izét, csomó vetőt. Legnagyobbat, azzal az eszközzel, amivel ugye össze lehet őket fűzni. És akkor nem csitelnénk, hanem ezzel a géppel megcsinálnánk a dolgot. Figyeljetek, nem tudom, hogy tudok bemenni, megmondom őszintén. Legszívesebben körbe mennék, lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy megkerülni mindent. Átmegyünk itt, jó, hogy jöjjön a vonat. Mert itt biztos nem fogom tudni behúzni. Jajjaj. Ne jöjjön a vonat, bazze. Egy ilyen 25 fa mögöttem van.
Azt meg kell csinálnom, gyerekek, hogy egy húzással tartály üres, jó, semmi gond. Igen, arra kellene, vagy nem tudom, hol menjek ebbe, az, ott meg ott nem olyan nagy rész van. Ah, nem lesz jó, gyerekek! Mondom, itt megkerülök mindent, de... Ó, így! Nem, bele fogunk akadni, meg fogunk őrülni, gyerekek. Hát, imádkozzatok, hogy ne akadjunk el. Talán a palánknál eltolódik. Nyom, nyom neki, nyom neki, Gizzi, nyom neki, nyom neki! Nyom, nyom! Gyere, 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 gyere! Gyere, bazza, gyere, gyere! Gyere, gyere, na jó! Jó vagyunk, így kellett ezt megcsinálni, bazza, ember! Valami, valamiben megakadtunk. Megindult! Kiakadt! Úristen! Úristen, gyerekek, mi a fa? Mi a fa? Hol a fa főnök? Ott van, szedjed összefele. Jó nagy ívbe, bekanyarodunk oda. Hol a fa főnök? Nyomjad, jöjjön be az egész, jöjjön be az egész! Állasz, baze! Na. Jó, oké, megjöttük, hoztuk egy kis fát! Eladásra! Ki, mennyi pénz lesz? 61 ezer, nem is olyan sok egyébként, nem? Mi van, annyira örültem neki, azt hittem, hogy olyan túl sok. Pedig mennyit hoztunk, te Jézus Isten? 61 ezer, jó, egyébként nem nagyon érnek ezek sokat, tudod? Mert ezek nem ültetett fák. Ha ültetett fa lenne, akkor az tök jó lenne. És sajnos ezek nem ültetett fák. Gyerekek, itt ezt más projektet kell megvalósítani, ezt úgy fogom megcsinálni. Várjatok el, baj van bezzel. Baj van. Na. De hülye vagyok. Baj van. Igen, azt kell itt megcsinálni. Hogy? Hogy ki kell vágni a fákat, sorba rendezni, és hogy jössz végig, fölkötni őket minden együtt egyesével. Fölköt. A gameplayen kívül kell kivágnom a fákat, és sorba pakolnom, és akkor összeset fölkötni. Mert ez az a gameplayen belül, lehet, hogy nem azt akarjátok nézni, hogy fát vágunk meg ás nélkül. Megyünk, még permetezésre szükség van. Egyébként ugye ebből még egy gép lenne jó, legalább, azért ez ebből lehetne. Hol tölti? Elől, hátul, oldalt? Vagy mindegy. Mindegy, hogy hol. Oké. Okay. Jó, maxra kell ugye dolgozni ezt a szauját, aztán akkor ki fog derülni, hogy mennyi pénzt fog hozni. Meg még ugye tudunk hozzá szántani dolgokat. Hát azt az erdőt sajnos ki kell termelni. Nincs abban látom, hogyha azt nem termelem ki, akkor semmi. Akkor nem nyertünk el semmit. Egyébként figyeljetek, ezt a kettő földet is hozzá lehetne csapni. Mert hogyha elmegyünk innen, akkor úgy tervezem, hogy az állatokat... Na, tényleg van tejünk is eladó. Meg van aranyunk is eladó, mivel pörgettünk az időbe, tudod. Akkor mindenképp ez a föld, ez a kettő föld, az felszabadul, úgyhogy az hozzá lesz csapva az is. Nem kell itt aggódni, gyerekek, na várja, itt voltunk valahol, itt voltunk. Itt volt a képere, nézd oda, pont itt. Hát, visszataláltunk, pont itt voltunk. És akkor mehet, ez meg már bőven megcsinálja, utána leürítünk, aztán jöhet a műtrágyázás. Nem tudom, a terménytípusok, növekedés, talajösszetétel. Megtrágyázott ezt a vizet kikapcsoljuk. A gyomosság, az a rózsaszín ugye. A megtrágyázott... Ez kell hozzá, az nem számít. Ja, a megtrágyázott ugye az kell majd az egészet. Ez érdekes, mi a szar, itt gyomos rajta, látod? Nem tudta megcsinálni. Ott belegabajodott a dolgokba. Ezeket nagyon szeretem, amikor... ugye minél nagyobb a gép, annál inkább nem fog tud elfordulni a végén, sajnos. Menjél, More! Veresd neki!
Jó, most ezt egy-két fogot elmarad, az nem számít, de azért ez eléggé durva itt, én úgy érzem. Na, gyerekek, helyzet, mi a helyzet? Eladom a krént, nem lehet? Ó, ezt meg figyeljetek, hol hagytam, hallod? Ilyen hülyét meg jó, hogy nem a sinál. Megállítjuk a vonatot, neki durran csak gyerekek, szemből vagy valami. Ez mikor jön visszafele, vagy mit csinál? Na, akkor én szerintem gyerekek azt fogom csinálni, hogy a gameplayen kívül kivagdolom a fákat, azt sorba rakom, aztán viszont gameplayben legyen a behúzás. Na, az a baj, rettenetesen sok ideig tartana, hogyha én ezt itt nekiállnék idejönni vele. Egyébként jó sokáig eljöttük, nézzétek! Na, hol egy fügy? Nem? Jó sokáig, hol? Itt mentünk ki. Soha. Jó, hát az annyira nem olyan rossz volt. Na, gyerünk! Ó, te fiú, pont ennek a kicsi fának itt neki megy. Vagy az nem az? Nem itt mentünk ki? De itt mentünk ki, itt jöttünk végig. Na, majdnem elértünk a végéig, csak az a baj, még itt nem egyszer végig kéne menni. Tényleg azt csinálom, hogy középre sorba behordom a fákat. Kivagdolom őket, és akkor fogjuk középről elindulva a következő rész elején, hogy a gameplayen kívül kivágom az összes fát, az összeset bepakolom középre, és jövünk sorba, és mindent ding 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 ding, mindent, az összeset fölkötjük, jó? Rá. És akkor megnézzük, hogy mit tudom, ennyit, egy egész erdőnyi fát ez el tud-e húzni. Viszont azt tényleg tök megcsinálnám, na mindjárt megmutatom, bemegyek a boltba, addig ez menjen arra szépen, hogy ugye van ez a, itt teszem az egyébnél, ahol össze tudsz csatlakoztatni ilyen, itt több darabot. Ebből is ugye még ide raksz kettőt, még oda raksz kettőt, még oda raksz, és akkor ilyen nagyon szélesen tudnál vetni. Ugye összekapcsolod a vetőket, szépen összepakolgatod. És akkor egy ilyen egész földszélesség nyit, vagy nem is egy egész földszélesség nyit, de egy fél földszélesség nyit, utána kötni ennek a bulldozernek, ami szerintem elhúzná, igaz, 12-vel, de 1500 lóerő, nyomaték az van dögivel. És ez szerintem itt tök fun lenne. Hogy hogy azzal csinálnánk ezt a dolgot. És akkor a vetés az ilyen, lenne ilyen 2 perc, mert így végigmész, nem 2 perc, 5 mondjuk. Végigmész, bim, le van belőle. Ez mi ez, fű? Érdekes. Jó gyerekek, akkor innen megindulok majd vele, következő részbe. És akkor itt két sorba ide rakom a fákat, és akkor megnézzük, hogy el tudja húzni az egészet. Viszont kellene közben más csinálnom. Na milyen helyzet van, gyerek? Közben veteged, de hol van most? Na miért hol a francba van? Mi a francot csinálsz? What? Igen, ez a baj, ugye nem tudott megfordulni. Itt a pálmák, hát a pálmákat megint el kell tüntetni, ahogy látom. Ez szörnyű dolog, de hát ez van. Na, mindjárt megindítja a Keeper, aztán akkor jó lesz neki. Így indítom meg. Hogy épp, hogy elférjen, azt akkor jobban felveszi ott a fonalat. Így, közben meg kellene nézni a tejnekre, vagyok kíváncsi, hogy mennyit termeltek így egy éjszaka alatt. Mert körülbelül egy éjszaka telhetett el, nem? Meg ezeket is be kéne oldani, azért itt a szénát, szalmát, ilyeneket. Meg hozzá kéne szántani egyébként, én legszívesen már hozzá szántanám. Jó, 6000 várjál? Ez mennyi? Na figyelj! 11 ezeret hoz. El is adtam, mert igazából mindegy. Annyi kajájuk szerintem van, megnézzük miük van. A tisztaság a szar. Annyi az egész. Nekünk volt egy gépem, nem? Hol a gépem? Hol a francban van a gépem? Big Bad. Ott volt egyébként. Nem tudom. Ja, itt az aszfaltot pakolgattam bele. Oké, kicsit megtisztítom.
Igen, a izéket is el akarom kezdeni. Opa, az állattartás nagy üzembe. Szóval az is menni fog. Egyébként ez a ket, az is teljesen jó az a gép. Megnézzük az arany. Egyébként ennyi idő alatt nem nagyon termelődött, ugye egy nap telt el, szóval nem, csodákat nem várok természetesen, mert hogy ne higgyétek, hogy most én... Hát sorcs várom a csodát annyira. Ezt meg ugye bele kell önteni, mert szílás. Aztán mindjárt jó is. Jó van, gyerekek. Be kéne hordani a szénát, meg be kéne hordani egyébként a szalmát. Várjátok, a szalmát meg ugye be kell mernem. Ezt a szart meg össze kellene kapnom. Úgy gyerekek, annyi minden van. Egyébként próbálok ilyen sokrétűen dolgozni ebbe a részbe, de azért vannak fennforgások. Jó, a Rubikonra figyeljük, mert az így hajlamos így elfeledkezni a dolgokra. Ezt ide beöntjük. Ugye ez volt a kanabisz alatt. Nagyszerű. Szalmát ugye rakhatok be nekik, de annyira nem fontos, de azért rakok. És már koszos a kanál belseje, gyerekek. Ugye nem veszi be. Föl kell merni, és akkor ugye újra ideöntöd, akkor már elvileg bekerül nekik. Látszod? Látod? 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 Jó, teljes takarmánykeverék van nekik még, meg ugye tudunk is behordani. Szuper, minden oké. Okay. Mit akartunk még csinálni? Meg akarom nézni én ezt a időt. Ezt a Rubikont, hogy jól csinál-e mindent, nehogy véletlen beszívjunk bele. De úgy látom, most már azért eléggé haladós. Úristen, egyébként ez a föld, ez hatalmas. Egy kicsit túlléptünk a célon, én úgy gondolom. Na, egy kicsit kellene hamsterezni. Egy kicsit kellene hamsterezni, igen. Mert is a hamsterezés mondjuk ezzel. A szalmát és a szénát is be kéne hordanom. És akkor tudok csinálni nekik kaját. Úgyhogy ezeket is meg kell. Addig Rubikon végez, utána meg váltunk. És megcsinálja a trágyázást. És a következő részben már aratás fog menni, és én nagyon gondolkozok azon, hogy megszüntetem itt az állatokat. Ugye ez tényleg az volt a lényeg, hogy megpróbáljuk, hogy milyen ilyen kicsiben nem érdemes. Egyébként Ferike hajra mondta, hogy tök hülyeség ez az állattartás így, mert ennek tényleg itt semmi értelme, hanem inkább akkor majd nagyba. Van annyi pénzünk, hogy el tudunk indítani konkrétan korlátlan mennyiségű marhatelepet, és valószínűleg, hogy akkor majd pörgeti befelé. Jó lesz ez, gyerekek, csak itt ez nem így kell csinálni. Nem ilyen kicsibe. Ugye minél nagyobb, itt az a lényeg, hogy ilyen már milyen megagazdaságot kell létrehozni. Sajnos ilyen problémákba így beleütközünk, mint például a földek létrehozása, mivel erdőket kell írtanunk, mint a valóságban is. A dzsungelból el kell szeparálnunk az erdős részeket. Jó, az arany meg ugye megy, az aranyhoz ki van épülve minden infrastruktúránk, víz, meg minden, viszont az izét azt el kell majd hordanom, arra kell figyelnem ugye azt a maradékot, és azt hiszem, hogy el tudom adni. Azt írtátok, hogy azt el tudom adni, úgyhogy azzal tudok bizniszelni, plusz pénz jön belőle ki. Csak az a baj, nem tudom hova tárolni, mert nagyon tároló kapacitása nincs. A tároló kapacitása már arra nincsen. De majd valamit kitalálunk erre. Ezt a nagy kupacot föl kéne szedni, aztán akkor meg is telik a webbe, úgy. Jó, egyelőre még ide behordom én ezt a izét, szénát, aztán hogyha megszüntetjük az állatokat, akkor maximum innen a TTK-t majd elhordom nekik, jó? A másik helyre. Csak ugye akkor kell sok TTK. Hát ugye, ja, igen, sok kell, gyerekek. Na nézzük, mi a helyzet.
Aj, de jó, megfordult. Csoda történt, bazze. Csoda történt. Mi jó, csinálja. Oké. Okay. Viszont ebből azért remélek egy kis hasznot, mert ugye azért itt ez nem kevés. Jó, mert ott meg lefogja... Jó, hát ide kell átraknom majd egyszer, meg ott föld nem nagyon csináltam meg. Oké, okay, gyerekek, ez hatalmas föld, de figyelj, hány darab föld? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darab föld van összeszállva, meg még hozzácsapom ezt is. Mert miért ne? Mert miért ne, gyerekek? Hát legszívesebb, igen, az a baj, itt a kúria környékén van egy csomó épület, meg minden, amit elég nehéz lenne így megoldani. De hát maradjon is egy kicsi. Tovább nem tudok terjeszkedni sajnos balra se, meg jobbra sem, mivel itt van a... Ugye az... Mi ez? Vasút. Lefele nagyon nem tudok terjeszkedni, itt esetleg az egyes föld. Nem tudom az egyes földből... hát az a baj, a bulldozert baza áthozni onnan, öcsém, az nem egy kicsi feladat lenne. De lehet, hogy egyébként áthozom, és meg arra lennék kíváncsi, hogy a szőlőt azt ki tudom-e szántani. De várja, az én földem? Bizony, még nem is az én földem. Öcsém, mert akkor azért itt még lehetne így lehúzni útig, így. És akkor így még nagyobb lenne. Jó. Ez úgy jó lenne. Várjál, mindjárt így jobban látni. Ugye lejönne itt. Ja nem, mert itt a izé van. Itt az oliva van. Az biztos nem lehet kiszedni. Ezt hozzá tudni, ez az egyes. Az jó nagy. Jó. Jaj, édes Istenem. Keepert egy állat vagy. Gondolhatjátok. Hát meg itt fölötte ugye 10-es, 9-es hozzámegy. Jó lesz ez, gyerekek. Jó lesz ez. Több, utána meg ugye itt a 24, 17, 18-on meg izé. Nekiállunk ma azt csinálni. Jó, van, te meg ne tolassál be, az ettől vadulok meg egyébként, hogy miért kezdenek el tolatni. Fordultál volna meg, nem? Ember. Ne vadítsál. Van itt elég nagy helyed. Ja, itt meg itt a biogáz, bazza. Van itt minden bocsóba. Hát ezt egyben nem fogja tudni. Megcsinálni, az biztos. Ugye? Jó, csinálja így aztán. Marad, akkor marad. Na, hamsterezzünk közben. Valami munka folyjon. Az a baj, hogy annyira sok dolog van, hogy elég nehéz így mindent kézbe tartani. Viszont annak én örülök, hogy ilyen nagy föld. Hát sokan, Bence, Viola Bence is például írta, hogy á, ne szántsd össze, meg izé, meg bebonyolódnak a gépek, de hát nem tudom, nekem így egyébként nagyon bejön, hogy így össze van szántva, mert így azért lehet termelni rajt. Az alsó földön meg úgy kell, hogy akkor egyébként beraktam ilyen nagyon horribilis nagy teinistálókat is. Szóval lesznek itt ilyen dolgok majd. Viszont ezt megint föl kell szántanom, mi? Hát akkor megőrülök, apám. Mert ugye most ez el van füvesítve, akkor ez sajnos ezt újra létre kell hoznom, vagy itt szántoknunk kell. Na, annak örülök. Hát akkor megvadulunk, bazzám. Ugye ez elég elcseszett föld, mert ott a villanyoszlopok a végébe, azok lehet, hogy nem nagyon örülnek neki a gépek adnak, hogy forduljanak, ugye? Hát nem tudom. Jó, Rubikon meg mindjárt végez itt. Aztán akkor át kell küldenem manuálba. Mert bajok lesznek. Jó, van kaja, az lesz nekik bőven állatoknak. Ez már jó dolog. Rubikon mindjárt végez. Jaj! Utálom, amikor lazsálnak. Egyébként 33%-on van szerintem, szóval tök jó. Jó végzett is, ezt elkezdem üríteni, aztán mindjárt mehet. Jó, maradtuk. Szalma, minden jó. Hát kicsibe legalább kipróbáltuk ezt az állattartást, de annyira nem bonyolult, mint amennyire így. Így nem is tudom, néhányan így tök beállították, hogy úristen, képen meg fogsz halni, hogyha állatot akarsz tartani, mármint marhát akarsz tartani. Azért annyira nem kell beszarni ettől. Figyelj, most hordod be a füvet, meg mi kell neki, szalma kell neki.
Mert szalmát, és ezt korlátlan mennyiségű tudsz csinálni. Nem kell hozzá nagy dolog, hogy csinálj. Széna kell, meg mi kell, meg fű, ez kész. Fű meg szalma, ebből meg tudod csinálni az állatoknak mindent. Mert a szalma kell alájuk, a fűből meg tudod csinálni a TTK-hoz hozzávaló dolgot. A szalma meg fűvel mindent meg tudsz csinálni. Konkrétan. Ugye várja, ott még voltak helyek, amik nem voltak el. Lepermetedve, nem? Szalma és fű. Ez a kettő elég a marhákhoz. És ennek a variációiból te létre tudsz hozni bármit. És ez tényleg nem egy atomfizika. Mert más nem kell. Semmi. Abszolút. Úgyhogy nem bonyolult ez a vállattartás. Nagyon-nagyon meg jó volt a kijedve tőle, meg nagyon mondták, hogy jaj, ne, mert baj lesz. Egyébként ez meg miért nem gyomos? Még ennek annak kéne lennie. Na mindegy, biztos az. Indul meg! Nézzük. Na jó lesz ez, baré! Érdekes, hogy nem látszik, mármint a gyom nem látszik, látod? Érdekes dolog. Elmegy szaladta? Hát ez bazza nem mente. Ki állt oda azzal a géppel, gyerekek? Azt mondjátok meg, komolyan mondom. Ki volt az a hülye? Hogy aki odaállt ezzel. És annak köszönhetően, hogy nem látszanak a gyomok, így egy kicsit kellemetlen. Jó, meg kell nézni azt a szőlőt, ki lehet darálni innen, hallod? Hát, nem kicsi ez a terület. De egyébként ezt a szőlőt ki kéne próbálni inkább, lehet, hogy inkább használni kellene, nem? Mert hogy az így jobb lenne. És így megpróbálom szemre így nagyjából behúzni. Itt abszolút nem látni, hogy mi a stájsz. Mondjuk egy hála most. Ó, hát tökéletes oda nézzél, hallod. Keeper azért nagyon ráérzett. Na, megyünk át oda fölülre, amit nem csinált meg, aztán nem pörgetünk az időben, meg le kéne trágyázni még egyszer. Úristen, mekkora földeztek. Te gyógyegél. Gombány dolgozhat, mi? Egyébként miért állt meg a vonat? Ja, mert ráváltottam. Egyébként ugye, ha ráváltasz, akkor megálló vonat. Egyébként így lehetne trükközni, hogy a sín. Figyeljetek, felszántsuk a síneket, bazdmeg. És ezt most nem viccből mondom. Gyerekek, föl kell szántani a sineket! Ne őrítsé meg! Azt kell csinálni! Felszántsuk a sineket! Ne, azt hiszed hülye vagy, hülyeskedek, de nem. Fú, figyelj milyen erdőkitermelés ment itt. Ilyen össze-vissza, ilyen dozer nyomok, tök ilyen életfű lett az egész. Jó van gyerekek, a következő az lesz, hogy felszántsuk a sineket! Milyen állat? Hát ugye, hogyha nincs a földek között rész, akkor konkrétan a talpfák között is föl tudod szántani, a talpfák között is tudsz ezért termeszteni. Akármicsodát. Szaúját. Azt akkor az nagyon jó lenne nekünk, mert akkor nagyon gazdagok lennék gyerekek, mert ott folytatódna sinen túl. Akkor annyi kéne, hogy minden rész előtt beleszállok a vonatba, hogy ne... Mit tudom én. Mondjuk járhat a vonat, az a lényeg, akkor kell megállítani a vonatot, amikor aratunk, nem? Hát figyelj, ne viccelj, figyelj, így jönne a gép, oda nézzé. Jó, sinen egy kicsit így átugrant, de aztán jó, mehetne tovább. Lehet, hogy azért az eke az megakadna a izébe, a vasúti simbe. De azért annyira nem egy probléma. Jó, gyerekek, sikerült a mutatvány, mondhatni a nagy varacskos disznó alakú akármicsodák. Szuper lett. Jobbirtót ki kéne pattintani valahova. Valami értelmes helyre. Gyerekek, ez föld. Így kell kinézni egy földnek. Már megint egyébként elgurult a gyógyszer, mi? Na, gondolkodok rá a gyerekek, hogy itt beszántsuk. Megveszünk a szembe lévő földeket. Ezt felszántunk mindent, hallod?
Nyerek, kaszka csigyári, de vicce. Vigyázz oda a bulldozert. Ezt még könnyebben is megcsinálnám, hallod? Bulldozerrel, mit tudom, a sírek környékét megcsináljuk. Mit szóltok hozzá? Azt mindig megállítjuk a vonatot, amikor jön a izé. Jön a dolog. Ezt megcsinálom, ezt megtankolom, ezt hozzuk a bulldozert. A síreket is izé, felszedjük. Nem szedjük fel egyébként, semmi gond nem lesz vele, csak annyi, hogy össze lesz szárva, így a síren átmenve tudunk dolgozni. Csak annyi, a jaj, hova jöttél, hülye gyerek. Ide ezelőtt is bejöttem, és jó. Sikerült, csodott, jó. Igen, ezt meg kéne lépnünk, gyerekek. Szerintem semmi gond nincs azzal. Mi lesz ebből? Ezt le kell raknom még egy dolgot. Egy műtrágyásat. Na, hol vagy? Egy jeep. És a műtrágya? Vagy? Liquid. Jó, már minden is van itt. Milyen szép egyenessel sikerült lerakni. Beszarás. Ja, várjál, először ki kéne rakni, azt oda kellene mellé rakni, hogy értelmesen legyen. Ányi! Azt odébb viszem, azt jó hely, hogy legyen ott, jó? Saját fal, van benne valahány gyűjtel. Hoppá, kiborul, magamra borul, úristen, meghalunk. Meghalunk, mind meghalunk. Nem, az nem bírja el, hallod? Ez ilyen nagyon epic nehéz lett. Oda felrabom a tetejére. Oké, és kacok. Mehet a jöhet a mehet. És akkor mi meg izé, sineket izé szétbombázunk. Hát nem gondoltam volna, hogy eddig folyul itt a dolog. De akkor így az, tényleg az egész mapon így átívelhet a dolog. Jó, itt a biogáz azért azt nem tűrlöm el földszínérű. Meg ott úgyis emelkedik, meg mit tudom én, nem lenne olyan jó. Hát itt megpróbáljuk megindítani, nem, lehet, hogy ezt nem fogja bírni, de egye fenn a gyerekek megindítani. Nem, megindítom fönn ott, nem, megindítom le. Nem megyünk el olyan messze. Jó, gyerekek, figyeljetek, nagy föld legyen, nagy föld! Ez most nekem nagyon fétisem lett, hogy ez a nagy föld menjen. Lapos föld hívők csoportja. Mehetsz testvérem, jó? Legyen leműtrágya az a szépen okosba. Úgy van, kétszer, egy-két helyen ugye kétszer van. Az amilyen van, mert ugye lehet, hogy az a terület, amikor árvettük, az már egyszer le volt. Na, figyeljetek, 21-es. Meg a itt mellette lévő, nem tudom mi ez, ez hogy van? Jó, figyeljetek. Vásárlás. Igen. Vásárlás. Igen. És. Megyünk a bulldozerért, azzal fogom megcsinálni, azzal szerintem. Azzal kell csinálni, gyerekek. Hát sajnos lábon kell elvenni, mert nem nagyon bírja el semmi, ugye? Van baj. Ajjaj. Hát jó van, gyerekek, figyelj. Hát egy órát dolgoztunk egyébként, a bulldozer az azért tudja dolgát, nem? Figyelj, lemegyünk, fölmegyünk a földsarkához, körülbelül arra tartunk, ugye? Így megyünk, halori. Nagyon izé, nem csap. A légellelási együtthatóval nem nagyon kell foglalkozni ennél a gépnél, mert azért Nem nagyon kellett. Na gyerekek, megyünk. Azt látjátok, mi megyünk. Haladunk, szépen megfontoltan. Egyébként ő mit csinál? Most mi a fal? Ja jó, megfordult, oké. Oké, nem szóltam testvérem. Most látom, hogy belekeveredik. Jaj, várjál, átléptem másikba. És olyan távolságok vannak. Csak ezen az egy földön. Hogy áttépsz egyik gépről a másikra, már izé van, már fennforgások vannak, már megáll a motorja. Hát ja, légenási együtthatóval nem kell foglalkozni. Na ezt mondtam, hogy ugye így le lehetne engedni ezt. Meg talán még ezt is egyel.
Igen, mert a három pontost is tudod engedni, úgyhogy le tudod rakni földig. Látod? Jó, elkecselünk a széléig, és akkor ezzel megcsináljuk a sinnel. Figyeljetek, addig kell megállítani mindig a vonatot, amíg dolgozunk a sinnel, mert különben parálésan szét fog minket cseszni. De hogyha éppen nincsen munka, ott akkor járhat a vonat nyugodtan, hát az minket egyáltalán nem zavar. Úristen, mekkora ez a föld! Itt megőrült vagyok, nézd már! Hát, hihetetlen. Ilyen hülyét. Na. Konkrétan akkor ezzel a géppel csináljuk az összeszántást. Annyit kéne csinálni, hogy le kéne hasítani ennek a földnek a egyenesre. Látjátok? Ott nem összeszántani fogunk, hanem megcsinálom így egyenesre. Úgy gyerekek, ez nagyon epik lesz, hallod? Mert így tovább tud menni a gép majd, így. Zsuzs. Egészen bazza, addig nem tudom milyen gyárig ott az hatalmas kéményig. Onnan! Úristen! Úristen! Hát ez durva lesz. Most látom, hogy itt nagyon megosztó lesz ez a dolog, de én már most nagyon bírom. Jövünk a bulldozerre, sineket tépni. De ugye a sineket nem tudod felszedni, az a lényeg, hogy ha engedni fogja, és szerintem engedi, mert egymást térnek ezek a földek. Bazzad, megint valami vonat hangot hallok. Nehogy ám jöjjön nekem itt vonat. Bevág minket, bazza, kilő minket az űrbe. Na figyelj, innen kéne megindulni, okosba. Arra. Hát most egy kicsit itt lehet, hogy kitiporom. Annyi baj legyen. Tud-e, te Isten. Az a baj, ez a landslap miatt érdekesen fordul ám. 90 fokos szögbe kell mennünk. Na! Nézzük, nézzük, össze fogja érni. Ez nagyon fontos. Ó, gyerekek! Ne vicceljél, bazze. És ez már földnek számít, vagy minek számít ez? Jó, 90 fokon megyünk. Ez nem tudom, hogy ez szerintem már földnek számít, nem? Na mindegy, ezt végig tolom, így 90 fokon, és akkor látom, hogy meddig. Ezt itt be fogom függesíteni. Az a lényeg, hogy úgy működjön, hogy ugye egyenes legyen az egyik vége legalább, ez a széle, ez így tök egyenes legyen, mert akkor megindítod a gépet, akkor megy a világ végére ki. Ez sokkal jobb lesz úgy. Na, azt a betyár. Hát ez eléggé beteg lesz. Jó, gyerekek, nagyon ki fogok kapni tőletek, érzem, hogy Keeper itt megbolondította itt megint a helyzetet. Ez milyen? Ez minek számít? Mindjárt megnézem a térképen. Ezt nem tudom, minek számít ez a dolog. De jó van, ez így lesz. Ennek a szélét is le fogom csipni, ne legyen olyan, hogy... Tehát itt füvesítünk, itt ezen kívül, ami itt a vonalat meghúzom, ettől most jobbra lévő dolgok, ezek füvesítve lesznek. Ne legyen az, hogy ilyen kacifántos ott az a sarok, mert úgyis csak arra jó, hogy belekeveredsz a géppel, érted? Nem sok értelme, most itt meg kéne állni, így. Felemeljük szépen, jó. És akkor megnézzük, hogy mi történt. Megnézzük. Na most. Művelt. Akkor jó. Akkor jó működik a dolog. Jó lesz a dolog. Itt mi történik? Ja, itt egy kicsit érdekesen csinálja. Jó, figyeljetek, hagyjuk rá. Majd valamit okozunk. Eddig jó vagyunk. Itt majd ugye akkor füves lesz ez a rész. Egyébként sajnálom, mert azért itt... És jó, ez a kicsi rész itt, ez a sarok ilyen nagyon kacifántos, ne legyen itt. Hát, nem tudom, gyerekek. Bár...
Mértünk volna idébe. Hát hülye vagyok, hiszen össze lesz számba a fölötte lévővel, tudod? Eddig így... Eddig el tudsz jönni. Belegondolsz. Érted? Össze lesz szánva a fölötte lévővel, ott az a föld. Úgyhogy nem ott fog lesz a széle. Ó, de hülye volt a keeper. Merre, mennyibe kell mennem? 170 fokkal? Mennyibe kell mennem? Merre? Mennyit kell mennem? 170 fok? Vagy mennyi az? Bele vagyok keveredve. Lászert fel, jó. Na úgyhogy akkor mehet így. Mehet ennek a sarkáig. Talán nem akar bele az, ott egy kicsit félek tőle, hogy ott bele akar. Itt a vasút kanyarnál. Jézus Úr Isten. Jézus Úr Isten. Mindjárt megnézzük, ez hova fog kiérni. Jó lesz, mert elhúz mellette, oké, pont jó. Hát a kombájnok meg az olyan nagyobb szélességű gépek, azok itt elakadhatnak, de talán nem. Olyan, úgy is ki fogjuk tapasztalni, akkor max lecsipek belőle a füves területnek. De talán itt ez jó lesz. Azt a vonatot kell... Bazd, elindult a vonat. Ha vagy a francba? Beszállsz és kiszállsz, akkor egy idő után elindul a vonat. Hát ez úgy izgi lesz. Az úgy izgi lesz. Arra nem számítottam, mert most itt hagyom a gépi munkás, itt tudom én permetezni vagy akármi, akkor meg izé van. Leviszi a fejét a vonat. Ez úgy izgi lesz. Na figyeljetek, akkor ez így fog jönni, tudod? És akkor úgyis ez hozzá lesz szánva, itt a mellette lévő. Tehát akkor itt ez össze fog jönni majd. Jó. Na ugye ezt a... Ez nagyon, nagyon brutális lesz. Nagyon brutális lesz. Na jó van, csináljuk a sint, nem? Nem tudom, hol tűnt a vonat, vagy ilyenkor odébb ment, vagy mi a... What the fuck? Nem látom abszolút. Még megyünk a sinen. Egyébként félő, hogy ekével ezt nem tudtam volna megcsinálni, azért is gondoltam, hogy ezt megcsinálom bulldozerrel. És akkor ugyanúgy tovább tudsz menni rajta, érted, géppel. Akár vetés szempontjából, akármi. Nem jön a vonat. Nem tudom, milyen kóba tűnik, vagy most mi van vele. Itt volt, vagy... vagy izé, despónol, vagy mitől van ez? És ugye belezvedve a talfák között, és most innek nincsen semmi baja. Most oké, hát mondhatni, hogy nem annyira reális. Hát biztos vagyok benne egyébként, hogy van ilyen. Hát én el tudom képzelni, hogy létezik ilyen gyerekek, hogy... Hát itt azért vannak bajok. Én el tudom képzelni, hogy létezik ilyen. Most látszik, nem lesz az így kicsi. Na, biztos, hogy valahogy az meg tök eltűnt, de így... Mert ennyi idő alatt már körbe kellett volna érni, az 100%, szóval... Ez biztos, hogy körbe kellett volna érni, hát... Nem olyan hatalmas ez a nagy... Vagy ez a rész. Annyi attól félek, a vetők nem fognak elakadni a sinen, de talán nem. Max ugye egy hangyányit följebb hozod esetleg a talajt, vagy nem tudom, majd figyeljetek, ezt ki kell próbálni. Mi lesz ezzel? Jön a vonat, baze! Az a nyárvör istene! Nem érdekelsz? Júj! Nem kellett volna, mert most meg a... Vissza a gyalog oldam. Jaj, jó, meg... Sikerült. Hát nem tört. Ilyenkor próbáljon megmagyarázni. Nem történt semmi. Semmi nem történt. Apró kis malőr volt. Na jó van, tényleg megyünk el visszafele egyébként.
Hát jó, van, hát azért dolgozgat a Keeper szépen. Na mi a helyzet van? Megy a Rubikon? Megy. Itt azt nem tudom, hogy ezeket hogy fogom összehozni ezt a kötföldet, de valószínűleg, hogy lehet, hogy itt valahol az összecsipem a kettőt. Ugye meglássi a Keeper, hogy hogy lehetne összecsipni ezt a kettőt. Tehát valószínű, hogy onnan megindulunk. Ebben a vonalban, és akkor úgy lesz. Jóó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 
Vagy mi neved? Ja. És már csak 6 millió van egyébként. Jó, a bulldozer az nagyon sok pénzt elvitt, meg ugye a földek. Ez a vonat az meg tréfás kedvében van, hogy így elindul, de hát azért talán nem döglünk ebbe bele. Na arra gondoltam, hogy akkor innen kéne így megindulni, és akkor összekötni azt a kettőt, azt a többi füvesítés lesz, vagy valami. Jó, te hülye vagy, jó, megcsinálhatod. Na mindegy. Na valami ilyesmire gondoltam, és akkor ide bekötjük a másikhoz. Egyébként a tolólap nem akad meg rajt, látod? Akkor szerintem a idén se fog. A vetőgépnek a többi se, nem? Hát nézd meg, milyen szépen átjöttünk. Jó, most egy kicsit itt bele fogok tolni, úgyhogy... Szerintem szentesíti az eszközt, srácok. Jó. Na, hát ilyesmibe gondolkodok. Hogy akkor így, ez így hozzá lesz csatlakoztatva, és el tudnak menni egész a folyóig. A dolgok. Hát itt meg már nem kell semmi más, mint összeszantani, kész. Meg is vagyunk, gyerekek. De... igen. Jó, megnézem a Rubikonna mit csinál. Itt egy kicsit kihagyta, azt majd dolgozunk rajt. Jó. És akkor ugye, az lesz, hogy itt fog hozzá csatlakozni ez. Így. Ki fog jönni eddig az útig, így. Hozzá, nyertünk egy ilyen egynegyeddel még többet. Itt ugye legalább nyerünk még sokkal többet, úgyhogy ez tök jó lesz. Itt a kék vonal nagyon nem látszik, hogy ennek a hosszabbítása ide fog kijönni. Így. Ez meg ide. Aztán meg is vonalunk akkor. Ezt a részt azt tehetjük. Ezt a részt tehetjük. Na várjál. Akkor területrendezés. C. X. Oké. És akkor ez a füves részre. És akkor ránézek mindjárt, hogy mi van itt. És akkor még jobban látjuk majd. Na. És ez a fű, ez olyan fű? Nem az a fű. Ez a fű, ez olyan fű. Nem. Egyébként pont ugyanolyat, de nem tudsz lerakni, esküszöm. Látod? Mi van? Nem nincs meg nőve még? Vagy nem tudom, nem értem, de pont olyat elég nehéz lerakni. Na gyerekek, akkor... Egyébként nem tudod bazza megcsinálni úgy, hogy ne legyen, hogy jó legyen. Komolyan mondom. Ez egy hihetetlen. Úgyhogy ezt még egyszer leszantom ott azt a részt, vagy nem tudom, de ez csúfos lett. És akkor eddig lesz a szántó, tovább nem. Ne tovább! Aha, mert nem volt egyenes. Aha. Mert így már más, vagy más mutat. Itt egyébként csak azért mentem végig, ugye, hogy lássam, hogy meddig vagyunk. Itt ilyen grandiózus projektek mennek. Ugye, srácok, itt. Azért nem kis pályás dolgok. Ezzel bekötjük, és akkor ez meg is van. Úgy. Oké. Okay. Ezt itt még meg kell csinálnom, hogy valahogy kinézzen. Mert lehet, hogy izével, így. Jó, hogy.
Ott már ugye nem szántó. Ez jó, ez megint jó sok pénzre visz, mi? De mindegy. Na. Oké. Okay. A szélét ezt 10 éve csinálom. Ezzel. Amikor összehozom, akkor nem lesz olyan statikus. Ó, bazd, mekkora göm, te Isten. Hát ez olyan nagyon sok pénzt nem emésztem ezt fel, szóval nem fog minket földhöz vágni. Nem fogunk eladósodni emiatt, de egyébként másra is költhetné az ember a pénzt, tudom. Óvatosan, mert itt már az egész a mi földünk, nehogy bele kontárkodjak olyan helyekre, ahol nem akarok. Hát egy biztos, ha eddig nem tudtam farmingozni ezt, ezt végigviszem ezt a sorodat, mindent tudni fogok a farmingról. De így mindenféle túlzás nélkül mindent tudni fogok a farming világáról. De ennyi hóbelebanc, amit én itt csinálok ebbe a sorozatba, ez nem is létezik ennyi bazza. Na, akkor megvan ez a része. Ja. Látod, akkor itt fog folytatódni. Egy. Eljön egész eddig. Itt ez maradhat. Jó, itt is maradhat. Itt és itt meg ugye menni fog tovább. Itt még ugye, amit elcsesztem, hát tök jó helyen van az a látkozott. És még a vonat jöjjön, az meg így hiányozna nekem most. Jó van, gyerekek, ez így jó. Oké. Okay. Jó van, gyerekek, kész is. Meg is vonnánk, tök jó. Ennyi a lényeg. Itt fog menni. Hát, ott meg visszajön, kész. Itt meg az összeset össze kell szántani. De viszont itt problémák vannak. A Rubikon az bele van keveredve, mint cigány gyerek a húzant trógárba. Egyébként a Rubikont utálom, mert nem be kell kerülni ezt a nagy szart, bele kell szülni. A közelben van másik gép, ugye. De mi van már? És még mi nyomja neki, mint süketek exet? Na, mi a helyzetben, barátok? Jaj, már itt, ő már itten trágyázna, figyeled? Eljött itt, letrágyázta. Mert az nekünk jó. Ne! Ez a vonattal azért lehet, hogy lesznek gondok, mi? Azért az így izgalmas lesz. Hogy itt néha itt elmegy a vonat. Itt nem trágyázta le, megcsinálja a keeper. Még azt hiszem, itt a legszélét se trágyázta le. Nem csak az, ami nincs elvedve, hanem amúgy sincs letrágyázva itt. Ezt megindítom arra, aztán azért letrágyazódik. És itt is meg kell csinálni. Ja, hát jó, van munka gyerekek, van munka bőven. Melyik a mi földünk? Aha, az összes, úristen. De jó lesz, jó, de jó lesz. És ez tök jó lesz, mert itt... Nem tudod normálisan megnézni. Na, itt lesz. Így. Itt most már látni, hogy meddig. Jaj, ez egy nagy föld. Meg lejön még itt eddig, meg itt akkor fölmegy majd eddig. Amikor majd egybe lesz munkával, akkor jobban fog látszani. Ez olyan beteg. Ez azért cuki. Ez azért cuki. Na, milyen helyzet van, gyerek? Izeim van, 4%-on van, úgyhogy itt be fog korkorálni szegény. De semmi baj nincs abból. Mindjárt megtöltjük. Itt is volt egy olyan rész. Hát itt valószínű egyébként ugye nem tudott forrulni a gép. Figyeljetek, az a szerencse, hogy azért elég
elég nagy az a föld, hogyha most egy-két ilyen helyen így nincs elvedve, meg nincsen megmunkálva, ott kiesik egy kis termény, az nem befolyásolja annyira a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy emiatt nem kell sírnunk, meg nem kell fennakadnunk, amúgy meg elég jól dolgoznak a gépek rajt. Mit lehet ide rakni? Ilyen, van ilyen pont. A francnak jövök el erre mindig, mert rövidíteni akkor azt itt egy csomó fogom, mindjárt kivágom őket a francba. Azt közben meg ott még az út is van itt. Na, most fölmegyek legfelülre, majd a sarokba, aztán onnan indulunk meg. Igen. Szántani kellene majd, Big Badot el kéne vinnem egyébként. Az lenne jó, mert az kicsit gyorsabban végeznék vele, mint a bulldozerre. Hát a bulldozer azért egy eléggé lassú. És így lehet Big Bad meg az ekét fölviszem. Aztán az meg tudom csinálni azt az összeszántást. Úgy kellene egyébként, hogy a következő vetést azt már egybe minden. Az erdőt is le kell írtani addig, úgyhogy az mindenképpen így fogjuk csinálni. Van 6 milliónk. Ja, jó van gyerekek. Talán majd kell mozgatni, itt vannak ilyen törések. Itt utag voltak gyerekek, nem olyan régen, mi? A balfasz. A balfék, az meg itt összeszálltott mindent. Jó. Egyébként a szőlőt is meg, ott van a bulldozer közel, meg kéne néznem, hogy bele kéne vártanom egy kicsit a tolólapot, hogy leve tudom kicsapni onnan a szőlőt, mert egyébként szőlőt bárhova ültethetsz, az valami specifikus ilyen, mondom, hogy jól nézzen ki meg, minden azért csinálták, mert egyébként kipróbáltam, hogyha ültet szőlőt, ugyanúgy lehet vett, és gyakorlatilag nincsen semmi ilyen speckó kinézete, nem lesz szőlő, és ugyanúgy aratni lehet. Érdekes, nem tudom, hogy azt miért csinálták, meg nem tudták jobban megoldani, de nem a legszebb megoldás, de legalább van. De viszont azt meg szerintem nem lehet kiszedni, hanem az csak egy ilyen design elem a mapon. Itt meg megy az aranyám, gyerekek. Ja, a következő rész elejére azt csinálom, kivágom a fákat is, gameplay-e kívül, és akkor sorba meg tudjuk küldeni. Kíváncsi vagyok, hogy a bulldozerünk az mit tud működni. Egyébként a bulldozer az megy a háztól ám, szóval attól nem kell megijedni, hogy most az egy ilyen hatalmas költség volt. Ez egy milliót majd fog értek adni nekünk a baut. Jó. Úristen, ennyi permetezés, meg minden. Ez brutális. De minél nagyobb, annál jobb. Szoktál mondani. Hol van a bulldozerünk? Itt van a bulldozerünk. Na, lemegyünk ide a szőlőhöz, jó? Ez a bulldozer az epic, nem? Azért ez nagyon ott van. Figyelj, az erdőt kitermeltem, azt onnan már nincs is rá szükség. Konkrétan. Ja. Szóval gondolkozok, hogy ezt a srégítést is ki lehetne kapni belőle, hogyha ezt így összekötném valahogy. Aha, hát az úgy kell csinálni, basszus. Na ugye eddig így, ezt így kell. Na hülye voltál, Keeper. Ezt meg kell küldenem így fölfele. Így. Úgyhogy megint itt beletúrok. Tehát így kell lennie. És akkor nem lesz, a gépek nem kavarodnak bele, érted? Mert így lesz derékszögű. Így, így. Mert ugye akkor, amik jönnek onnan gépek, akkor itt visszafordulnak egész eddig, innen meg tovább mennek. Így nem lesz strégítés. Ez a strégvonal, ez, amire így nézek, látjátok, itt ez a strégvonal, ez jelentőleg teljesen. Derékszögű lesz. Érted? Ez így nem lesz. Így. De ez meg bazán, az lehet, hogy ez most végigmegy mindenen. Igen, most már ő már úgy gondolja, hogy nagyon jó, hogy itt végig mehet.
Le akar mindent már. Le akar már mindent rágyázni sajnos. Nem sajnos. Na, ugye eltűnik ez a strékvonal innen, hanem így végig mehet, és le kocka idáig. Így. Itt is. Itt is, ugye itt se lesz strék, hanem itt meg följön így. Itt ilyen kockás lesz. Ah, nagyon jó! Bazeg, komolyan mondom, ez brutális. Egyébként a cél van, ugye 1 milliárd euró, azért kell nagy föld, azért kell szenvedek vele, hogy ne az kicsi földeket itt húzingáljam össze-vissza, hanem összme nagy földek legyenek. Ja, de hogyha esetleg véletlenül össze... Lehet, hogy egy ilyen csinálunk egy külön gameplayt, vagy ilyen fun gameplayt, hogy összekötünk mi több vetőt ezzel, és hogy elhúzza-e azzal az akasztó mechanikával. Mert hogyha elhúzna, akkor lehet, hogy megcsinálnám azt, hogy nem gépi munkás, hanem mondjuk itt megindítanád, érted, és akkor két oldalt ilyen vetők így végig, és akkor három, kettő-háromba le tudnál húzni az egész földet. Igaz, 12-be megyünk végig rajcsettegünk a lánclapokkal, de szerintem ez el tudná húzni. Mert ez ugye 1500 lóerő, 12 km per óra a végsebessége. Tehát ott képzeljétek, milyen áttételek vannak. Hát itt ez ilyen hegyeket mozgat meg, ugye. Na, mindjárt lemegyünk oda, azt rápróbálunk. Itt lebukdácsolok, kikapcsoltam addig a... területek létrehozását, mert nehogy belekapjak itt valamibe. Gyerekek, milyen tapadás? Azt hittem, hogy itt le fogunk csúszni. Ez nagy lószart. Na. Belepróbálunk itt, jó? Egy kicsit. Na, gondolkodok, hogy lehet, hogy addig nem. Hanem csinálunk addig mást. Legyen meg ez a rész. Jó, itt ezt megcsináltuk. Hozom a Big Badot, és ezt csak akkor fogom kipróbálni, mielőtt mentek. Vagy mentek egyet, utána kipróbálom, mert hogyha beletudunk és nem tűnik el, akkor nem érdemes, ne legyen ott benne az a szar, tudod, amit így belecsapnék. Na, mehetünk ő vele meg. Szántani. Ja, ez egy kicsit hosszabb ez a rész, remélem nem bánja senki. De eléggé, tényleg próbálom szertágazóra. Valamit meg akartam nézni. Egy napig pörgettünk, csak igaz. De megnézem, hogy mennyi aranyunk van, meg mennyi ilyen... Mindenki ilyen szarunk. Igen, a tailings tele van, 100%-on, és szerintem emiatt nem működik. És a water-t azt meg majdnem az összeset megette. Arról a télenbe, gyerekek. És tele van az a tailings. Az baj. Itt meg van nekünk 3100. Azért az nem rossz szám. Ja, az egy olyan 15000 körül van. Mennyi is volt az arany? Ránézek, hogy mennyi az arany, de nem, egyébként nem egy olyan hatalmas nagy összeg. Sajnos, szerintem. Jó, 72000, bazze. És van nekünk 3100, akkor ez 220000. 220000, hallod? Ez böszmére megéri. Ez visszaszívtam, ez nagyon megéri, hallod? Ez nagyon durva. Csak ugye amiatt nem tud menni. Mert dört nincsen benne. Vagy fullon van a télle. És szerintem akkor nem fog tudni többet termelni. Majdok egy picit megpergetem az időt, de ilyen nagyon minimálisat, és akkor ezt nézzük, hogy ez termelődik-e. Mert hogyha az 100%-a van, és csak az nem megy bele, akkor nem olyan nagy baj. Nem, bazze, látod? Nem termelődik. Úgyhogy azt ki kell belőle merni, azt a szart. Ami nem valami boldogító dolog. Ajaj! Megpróbáljuk kiverni belőle, és megnézzük, hogy mit tudunk bele csinálni. Ezt a mellékterméket, ezt el kell tüntetned, mert különben baj van. És az a baj, hogy ezt ugye nem öntözheted ki a földre, mert ez hatalmas nagy depó lesz belőle. Nem tudom, hogy el lehet-e adni, megnézzük, hogy milyen ikonja van, és akkor mondja kiderül. Na,
Hát olassál már be Keeper, vagy valamit csináljál magaddal. Mi van? Tolass már. Egyébként volt egy ilyen Matchbox kamion, emlékszem. Most nem még a felnéje is ilyen volt. Komolyan mondom, most jut eszembe. Esküszöm, volt egy ilyen Matchbox kamionom. Na, ez ilyen küljek. Küljek. És ez van-e olyan, hogy eladható? Most arra vagyok kíváncsi, hogy küljeket tudunk eladni. Ugye végig. Á, itt van-e? Bazza veszik, 8-19 valamennyien, hallod? Harborba. 961-ért, és ez egy melléktermék. És van belőle... Mennyi? Mi? 500... Mit csináltál? 500 000? És 1000-ért veszik darabját. Vagy 1000-ért. Akkor ez 500 000-ért ér. 500 000, csak a melléktermék. Csak azt te is kell hordani, az a baj. Nincsen valami közelebbi? Mert igazából oké, értem én, hogy... Tök jó. Csak az nagyon drót messze van. És az lehet, hogy jobban járnánk, hogyha nem kéne olyan 500 000-t, amire elhordok arra, az nem megy a nap. Tényleg selling point. Van 2 is, beszorsz. Nézzük, az hol van. Hú, vagy a tailing selling point. Hallod, megjelöltem. Én nem látom. És mi van? Esküszöm, megjelöltem, bazd a gyerekek. Hol van? És ez hol van? Várjál. Ugrásál rá. Jézus Isten! Ez megint a kikötőben van, jó van, oké. Ez sikerült. Van még egy. Ugyanaz a neve, érdekes. Itt van-e? Ez meg az építkezés. Ja. Hát, nem vagyunk boldogok. Úgyhogy akkor jó, messze van az összes. Egyébként ez ki van találva? Mi? Ki van találva, hogy nehogy jól érezd magad. Hülye gyerek. Szenvedjé. Nagyon messze kell vinni. És várjál már, gondolkodjál, Keeper inkább. Negyből próbáljál megcsinálni dolgokat. Mert ugye itt van egy olyan, ami megveszi, és valamit csinál belőle. De még valami kell hozzá. Úgyhogy ezt mindjárt ránézek. Mi van? Szent Gravel, ez nem az. Itt aszfaltot tudsz csinálni, ha de jó. Stamp powder kell hozzá. Na, itt van-e? Itt van. Ide tailings kell, water és diesel és garden stone lesz. Jó, tudjátok mi az a fehér kül, amit ilyen berakják a kizébe. És a garden stone az mennyibe kerül? És fogalmam sincs lesz, hogy melyik a garden stone. Ez a nagy baj. Asphalt, próbáljuk meg rájönni. Ez a gond, gyerekek, hogy a garden stone, az melyik lehet? Ez így jó ám egyébként, hogy nincs fogalmat sincs. Erre voltam kíváncsi, ez 1700. Arra is kíváncsi voltam, jobban mondva. Egyébként melyik lehet az, srácok szerintetek, garden stone. Én erre tudnék gondolni. Nincs egy garden stone vásárló állomás, mert akkor így... Hogy rájönnénk. Nem nagyon. Én sejtem, hogy ez lehet, nem? Én erre tudnék gondolni. Jó, hát ez nem valami nagy üzlet. De ide mennyit tudok behordani? Például akkor így be tudnám tárolni vele, vagy nem tudom. De mondjuk érdemes eladni, mert 500 000. Csak az a baj, hogy olyan sok fuvar, hogy ezt el nem tudod képzelni. Ez 8 fuvarnyi. Hát ez megőrülök, amire én ezt elviszem oda. Kellene lerakni ízét. Ilyen selling pointot. Itt megnézzük, hogy tudok-e lerakni ilyen selling point? Nem biztos egyébként. Megnézem. Egyébként a izére én is kíváncsi vagyok erre arra a bányászatra.
A selling point. De azt nem fogja tudni venni, figyeld. Ezek izé. Ezek így minden vesznek az a default dolgokat, de azt meg nem. Látod? Voodot tudsz, van voodos, van ilyen mindenes. Ilyen, 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 de ugye ezek a speciális dolgok, ezek nincsenek benne. Hát ez baj! Ez baj, gyerekek, ez nagyon nagy baj. Nincsen például izé, síló, amiben tudnám tárolni? Olyanunk nincsen? Igen, hadd nézzem meg, mert itt ez baj lesz, itt baj lesz. Baj van, babám. Hát akkor el kell hordanom. Ez baj. Mert böszme messze van egyébként. Ez egy nagy bajom van vele. Várjunk ebbe a Shift G vagy Ctrl G. Itt sajnos nem írja, úgy látom, hogy valahova nem kell még ez. Mert akkor az is, mit tudom én, lehet, hogy egy jobb helyre be tudnám hordani, de most végignézzük az összeset. Ez Garden Stone lesz belőle, vagy az Garden Stone, az mennyire nagy üzlet? Azt nem, ne kérdezzétek. Figyelj, azt kellene csinálni, hogy aszfalt processzor, ez biztos nem, brick processzor. Oda tudok ugrani? Itt írja? Téglát csinál, itt van, hogy miből. Jó. Szerintem gravel. Megnézem, hogy nem-e kell valahova még nagyon gyorsan. Ez valami olaj. Diesel storage. Biztos nem. Diesel processor. Biztos nem. Garden stone. Itt van. Gold. Ez mi az a grapes? Ezt megnézzük. Ja, ez a izé, aha. Szőlőből csinál különböző borokat. Jaj, de nem mindig izé leugrik. Iron, biztos nem kell oda. Limestone process. Lithium. Marble. Rock. Stone. Steel. Tire. Ez mi? Nagyon jó. Jó a gyerekek. Hát akkor ez egy ilyen szivatás. Mert a map túlsó felén van a dolog. Forszarban van a izénk. Hát ez egy nagy szívás. Tényleg a map túl felére kell vinni. És rohadt nagy helyet foglal, és nagyon rohadt sok termelődik belőle. Oké, hogy pénz. Nagyon örülök neki. De nagyon-nagyon sokat kell szállítani. Aminek meg nagyon nem örülök. Az a gyerekek. Azt akartam megnézni. Oké, ez meg végzett közben, mondhatni. Iszonyat sokat kell szállítani. De most kiöntözni meg nem érdemes, mert tök sokat ér. És egy ilyen rakomány 7000 érte. És ez csak egy ilyen melléktermék. Az arany mellékterméke. Tehát, hogy mondjuk megtermelsz mondjuk egy félmilliónyi aranyat, mellé megtermelsz egy félmilliónyi izét, ilyet. Csak azt egy kicsit könnyebb szállítani. Hát kellene egy nagy pót egyébként. Kéne valami extrém pót, figyeljetek. Esküszöm, fogok nézni. Fogok nézni egy ilyen böszme nagy pótot. És akkor... itt megjön a vonat. Ó, ezt lehet vonattal szállítani, testvéreim, az úrba, hallod?
Hát, sikerült. Csak hát a vonattal se sok... Mondjuk van... Ej, Istenem! És mind akadtunk föl, vagy mi van? Várjátok, belekeveredtem abba a vonatba, ezt lehet vonattal szállítani, ugye? Á, menjél már arra! Nem hosszú az a pót, mint az istennyila. Tudom ezt így, így is. Most mi van megjelölve egyáltalán? Talán most nem olyan a vonat. Mumba a kügy! Gyerekek, annyi van, annyi minden, hogy ez megőrülsz. Följebb. Ne, ezt csak vonattal tudod itt kirakni. Megőrülsz. Megőrülsz. De várj, akkor menjünk a izé. Menjünk a másik cellpointra. Ott te. Jó van, oké. Meg kell nézzünk a vonatosat. Mert akkor lehet, hogy azt ott valahol be tudom rakni. Ilyen horribilis mennyiséget. Lehet, hogy meg kell nézni, hogy hol áll meg ott a vonat. Mert ugye vonatba be tudsz rakni nagyon sokat, sok százezret is, és akkor így meg van oldva. Nekik olyan ívbe kell fordulni, hogy megőrülsz, különben nem tudsz bemenni ilyen helyekre. Ilyen, hogy itt mindent is lesznek, gyerekek. Itt mindent is el tudsz adni. Itt mindent el tudsz adni. Itt a hajóra rakják fel, gyerekek. Itt mindent el tudsz adni. Nincs olyan dolog, amit nem tudsz eladni szerintem. A kikötőbe. De mi a szarért nem akarja? Mi van? Jó, van mindegy. Ja. Meg kell nézni itt a vonatforgalom dolgot. A vonatunk... A vonatunk... Ez a vonatunk... Hát ez a vonatunk, ez nagyon nagy szar. Nem? De nem, várja, itt ez, itt fölmegy. Hol áll meg? Ugye nekünk ez itt. Itt várja, már mindjárt megnézem, mert ez most, ez fontos. Jó, 60 ezeret adtak érte. Oké, megnézzük a, ezzel a nézettel. Valahogy meg kell ezt oldani. Logisztikát ki kell találni jól. Na, ez a vonat ugye itt megy. Erre megy. Itt megy. Itt megy, de ez akkor cumi. De nem cumi. Itt megy. Szerintem ez itt megy, ugye? Ez lehet az a vonat. Bányára meg kell nézni, valahol nem tudunk föl... Bolya franc van itt, gyerekek. Szerintem ez csak dekoré... Nem. Nem mondod, baze, van betöltő, hallod? Van közvetlen betöltő. Itt. Ide, amit betöltesz, megy a vonatba. Hát hülye vagy, mert hát akkor meg izé, akkor meg innen, ide néző pont szemben van vele, hallott, szállítószalag testvérem. Ide, a korlátlan mennyiség vonatba megy bele egyből, instant. Megvan oldva, old, mekkora király. Csak meg kell nézni, hogy az a vonat ezt tényleg erre vegye. Nézzük meg a vonatokat. Most, ja, ilyen, hát ez érdekesen van megoldva, jó van. Na nézzük meg, melyik vonat, melyik hova megy. Ez fontos. Ez megy be oda? Vagy a másik? És hogy ott megy el. Mert akkor egy darab bizével, egy darab szállítószalaggal úgy megoldott, hogy az baromi jó lesz. Ugye? Itt is elmondanak, nagy földek, itt lesznek a idei marhák, gyerekek. Itt lesznek végig a marhák. És a maradék ott az a kettő, mondjuk az egyiken lesz a modern marha, másik kettőn meg akkor lesz a gazdaság része.
Vonatot itt egy csomó mindenre tudsz használni. Ide nézze, itt van valami. Ja, cementgyár, ugye? Ez megy be? Én kíváncsi vagyok, hogy hogy megy. Nehogy az legyen, hogy... hogy át kell rakni a egyik vonatban a másikba, mert akkor már megőrülsz. Jó, hát ez cseszhetem, ez nem megy be. Ugye? Aha, az nem fog bemenni. Jó van, akkor nézzük a másikat. Ez fog bemenni. De ez akkor jó is. Ez lesz a jó, gyerekek. Itt ugye megtöltöd. Kapásból. Ez egyébként ki van találva, nem? Oda néz, onnan. Töltés indul. Jó, akkor ennek be kell mennie, és akkor az tök jó lesz. És én nagyon gyorsan át tudod hordani. Ezt is ki akarom próbálni, ezt. Ezt, hogy a fűrész vágja, vagy hogy van. És izébe kell feloldani ilyen nagy darabokba. Ja, igen, átmegy egyik vonat a másikon. Hát ez jó, máshogy nem tudták megoldani, gondolom, hogy egy legyen át, mert ugye lehet, hogy van olyan anyag, amit át kell pakolni egyik helyről a másikra. Ez mi a szar? Mik ezek? Milyen épület együttesek? És akkor itt, ugye, itt van. Igen, itt tudod kirakni, tök jó. Oda nézzél, barátom. Hát ebben van, ebben fél. Akkor gyerekek, megvan oldva. Instant át tudsz hozni félmilliónyi cuccot ide. Instant. És akkor mehet tovább ugye az aranytermelés mindig. Hát ez király. Megvan, ez nagyon jó megvan csinálva. Jó van gyerekek, szerintem elbúcsúzom, azért sikerült így rájönni nagyjából mindenre. Itt ezt befejezem lehet gameplay-en kívül, meg kivágom a fákat, amit beszéltünk. És akkor még egy dolgot ugye ki kell próbálnunk mindenképpen. Mentek egyet, aztán hogyha nem sikerül, akkor nem fogom már elmenteni ezután. Na! Oké. Okay. Ez szerintem nem fogja kicsapni ide egyébként. Ja, nem az enyém. Várjál, meg is meg kell venni. Nem baj, akkor úgy, szintén ugyanúgy nem lesz mentve, ha úgy van. Igen, ez csak ilyen dísz. Ez semmi. Ez olyan... ez egy nagy semmi. El tudnád ültetni, de elég böszmény néz ki. Vagy el tudnád vetni. De ugye ezek így mindig itt maradnak ezek a szarok. Úgyhogy az elég érdekes, elég fura. Úgyhogy ez nem nyúlok hozzá. Ja, jó, a gyerekek, elbúcsúztam. Köszönöm szépen figyelmet. Jók legyetek, ide folytatjuk akkor. Megcsináljuk ugye akkor a következő részben ezt a területet. Összes fát áthúzzuk fűrészmalomba. Itt ez össze lesz. Kiszántjuk. Azon kívül lehozzuk ugye a mellékterméket vonattal. Hol megy a sín? Ezt belekeverek mindig, hogy hol megy a sín? Hogy megy a sín? Hogyan mentünk be oda? Nem mutatja mind a... ja, nem mutatja mind a két sínt. Itt van egy elágazási simba, és ezt nem mutatja, érdekes, itt valahol. Itt megy be, és akkor ugye ott meg visszacsatlakozik. Na jó, mindegy. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek, várlak benneteket a következő részbe. Szevasztok!